Tehát ja, létezik de. Első látásra szerelem? Persze, szerintem igen. Hát pont, hogy a szerelem, amiről beszéltünk, az a mindent elsöprő meg, az, ami vakká tesz. Az pontosan olyan, hogy áramütésszerű. Én beszélgettem egyszer. De az nem csak vonzaló? Nem. Nem, 18 éves voltam, és túl egy megrázó szakításom. És akkor szenvedtem, mint a kutya, és aztán és elkezdtem keresni a szerelmet olyan értelemben, hogy nézek mindenhova, társaságokba eljárni. És akkor nem tudom, hogy teltek, múltak a hónapok, és leültem egy színész kollégámmal beszélgetni, a Kulka Jánossal. És mondtam a Jánosnak, mondom, hogy János, ez, én nem tudom, ez hogy van, hogy 8 hónapja én jövök, mert én nézek ide, én ismerkedem, én nem tudom én. És azt mondta, hogy figyelj Kristóf, ha jönni fog, azt abban a pillanatban tudni fogod. És tök igaza volt, hogy aztán én ezt addig valószínűleg nem így éltem meg, és aztán utána annyit visszacsengett ez a mondat a fülemben az életem során, hogy hát az bizony, azt abban, és ugye visszagondolok, azt abban a pillanatban nagyjából tudtam is, akikhez az életemnek szakaszai kötődnek. Első pillanatra volt mindegyik szerelem? Nem, első pillanatra nem, volt közöttük első látásra szerelem, ugye ez volt a kérdés, de volt olyan is, amikor az első pillanatban tudtam, hogy fű, hát tudod, ez amikor előző életünkben, azt hiszem már találkoztunk, de egy olyan érzés, ami valami rokon, mint hogyha egy rokonság lenne. Igen. Hogy a másik feledet érzed. A másik feledet megérzed, basszus, hát ez kicsoda vagy te. És akkor lehet, hogy itt még évek eltelnek, nekem a feleségem már így volt például. A Zitával, aki hát a világ csodája, hogy mi amikor először találkoztunk, szerintem akkor minket megrázott az áram, de évek teltek el, hol neki volt valaki, hol nekem, pont nem, mire belülünk egy pár lett például. De volt olyan is, feleségem, egy másik, hoppá, aki első látásra szerelem volt. Tehát azért mondom, sokféle módodata van ennek. De azt mondod, hogy most akkor összehangolódtatok, szerinted is akkor létezik szerelem első látás. Igen, és sokkal több, mint vonzalom. Tehát én is azt érzem, amikor ez a hidegrázós, gyomorból fakadó az ember beleremeg, és ez sokkal több, mint vonzalom. Tehát amikor a tekintetben látja az ember egy picit saját magát vissza. Igen, én határozottan emlékszem azokra a momentumokra, amikor sokkal többet éreztem, mint vonzalom, és már definiálni lehet azt, hogy ez szerelem. Lehet, hogy egy oldalú marad, de hogy ez szerelem, az biztos. Az igen. Ez nálam is volt ilyen már. Csodálatos. Én nagyon sokszor érzek ilyet, csak nem kölcsönös. Atya úristen, hova kerültem? De legalább őszinte vagy. Hát ez muszáj volt, de ilyen labdát nem hagyok ki. Nem, egyébként az az igazság, hogy szerintem... Rögtön, az igazság, hogy ez az igazság. Ez az igazság, hogy most elmondtam a frankot, de nem, ezt rögtön lehet érezni, rögtön lehet látni.